Szép jó reggelt, kiértünk a vízre. Itt fogunk eltölteni, hát egy 5-6 órát, amíg szét nem fagyunk. December 10-e van, egy igazi fagyos pontyhorgászat lesz. Meglepetésetekre nem boilis bothoz, hanem picker bothoz nyúlok és féderezni fogok. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. Ilyen brutálival retetőanyagot fogok használni. Úgy tudom, hogy ez jó hideg vízben, megpróbáljuk. Ha már egy pontot tudok fogni, annak nagyon örülnék, de ha keszegek vagy kárászok érnek, azokkal pedig elszórakozok, szóval nézzük meg, hát ha tudunk nyomni egy téli örömpecát. Bekevertem a cuccot, ez egy kicsit le van addig döngölve, összerakom a felszerelést, és addig ez megszívja magát. A szerelékem alapját képezi, ez a nevis metódkosár, ez 20 grammos, száros, nem mint olyan hatalmasat akarnék dobni, de azért a száros az mégis stabilabb. Előkének, egy ilyen előkötött guru előkét választottam 12-es horoggal és csalitüskével, és egy ilyen nevis speedbeatbe fog belecsatlakozni az előkém. Hey, fárasztok! December 10-én egy ilyen szép pontyot tarthatok a kezemben. Elképesztően boldog vagyok, és nagyon korán megjött. A második dobásra érkezett a hal, és egy áfonyás szénhidrátos 10 mm-es boilit húzott el. Jéghideg, engedjük is vissza, szóval én már teljesen elégedett vagyok. Reméljük még egy-kettő jön, de ha nem, akkor is nagyon boldog leszek. Szia barátom! Sokkal másabb ilyen lágy cuccal fárasztani. Sárga színű pop-upra jött. Itt is lenne a második zsákmányom, jéghideg a hal, engedjük is vissza gyorsan, nehogy baja legyen. Ha így folytatódik, akkor ez egy jó pece lesz így december közepén. Furcsa lehet a féderbot a kezemben, de úgy gondolom, hogy ebben az időszakban már nagyon le kell finomítani a cuccot, és ez boilis bottal sajnos nem tudnám megtenni. Sokan javasoltátok, hogy próbáljam ki a féderezést, szóval hát ez most itt is lenne. Folyamatosan vannak ilyen apró kapásaim, mint például most is. Nem tudom, hogy ezek kárászok lehetnek-e, vagy valami kisebb halak. Nem tudom, ez sincs meg sajnos, szóval fogalmam nincs, hogy mi ez, nem vagyok tapasztalt a féderezésben. 12-es méretű horgot használok egy monofil előkével, ezek a guru előkötött horgai. Eddig 2 darab pontot sikerült fognom, 2 pedig leakadt, de nem adjuk fel, próbálkozunk, az idő eléggé szép. Viszont egyetlen hátrány van, otthon felejtettem a szemüvegemet, és hát így pikkerezni nem az igazi. Láthatjátok itt is a sárga csalimot, az utóbbi kapás is erre volt. Talán ezzel sikerült kapásra bírni még a legóvatosabb pontyokat is.
Egy Trabucco Precision Pro Picker bottal horgászom. Ez egy 10-30 grammos bot, ha jól tudom. Extreme light, tehát tényleg olyan szinten élmény vele a fárasztás, hogy egy kis keszeget is rendesen húzni kell vele. Orsónak egy 40-es méretű Team Faderes orsót használok. Ezen pedig van egy 22-es főzsinór. Mint az elején említettem, egy 20 grammos Levis száros metódkosarat használok, ebbe pedig belemegy egy Guru 12-es horog monofil előkém. És úgy látszik, hogy azért itt sikerült még halat fognom december 10-én is. Hihetetlenül boldog vagyok, hiszen azért ez nem mindennapi eredmény, főleg, hogy 5 benullázás után végre sikerült halat fognom. Lehet, hogy majd elmegyek egy kört pergetni, és elosztom a pergető felszerelésemet is. Majd a videóban is látni fogjátok, ha sor került erre. Nem leszek sokáig, szerintem max 3 óráig. Elég hideg van, a lábam az lefagy. Viszont a termóruha jól tartja a hőt, szóval felső testem az egyáltalán nem fázik. A halfogásnak ilyenkor egyetlen egy hátránya tudom mondani, hogy vizes lesz a kezünk és sokkal hamarabb lefagy, szóval kesztyűt azért ilyenkor hozzatok. Huskis bögre nagyot megy. Szeretnék köszönetet mondani ennek az 1200 embernek, aki követ. Olyan brutális számokat produkáltatok itt az elmúlt hónapban, hogy csak lestem. 450 feliratkozóval nőtt a követőim száma. Ennek nagyon örülök. A reklámokat nem kicseszésből teszem bele a videóba. Én ezután ugye némi juttatást kapok. És ez csak azt szolgálja, hogy minőségi videók legyenek, és sokkal több videót le tudok gyártani, hiszen valamilyen költséget ezt tud fedezni. A halak kapása az különböző volt. Volt, amely tényleg eltekerte a botot, úgyhogy szinte majdnem elvitte. A másik pedig épp, hogy csak kicsit mozgatta a spic végét, de ezeket a halakat is sikerült megfogni. Sajnos már 3 halam ment el. Fogalmam nincs, hogy mi az oka, de lehet, hogy ez a 12-es horog, meg azért én nem vagyok hozzászokva ez az extra finom felszereléshez. Töltőszerszámot megtöltjük etetőanyaggal, és ezt belenyomjuk fagyos kézzel. Egyelőre így is néz ki, jól összecsesztük az asztalunkat. Csalinak pedig ilyen 10 mm-es áfonyás bojlit használok. Repülhet is be a vízbe. Egy újabb fürge kis pontját sikerült fogni, jéghideg ő is, de hát mitől is lenne meleg szegényem. Így is nagyon virgonc itt a parton, együtt csajszuk fel ezt a szereléket, és nem is kellett rá sokat várni, hogy elhúzza. Igazi kis pocakos ponty, látszik már jól lakott, nagyon szép színekbe pompázik. Engedjük is vissza és fogjunk még párat. Nem telt el sok idő a következő halik sem. Srácok, nem tudom mi van itt, basszus, hát ezt nem gondoltam volna a büdös életben, hogy ennyi halat fogok. És még hol a vége? Ő is kap egy puszit. Ilyen hideg vízben már minden hal érték. Próbálkoztam csemege kukoricával, illetve bojlikkal is, mind a kettővel sikerült halat fognom, viszont az áfonyás bojli sokkal jobb volt ezen a napon.
ismét egy nagyon szép sötét színű ponty. Nem gondoltam volna tényleg ezt a pecát. Most már rámenjünk arra, hogy 10 darab pontyot fogjunk. Most 8-nál vagyok. Szóval hajrá! Külső hőmérséklet az 5 fok, most pedig megnézzük a vízbe mennyi. Kopások most egy picit belassultak. Nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Próbáltam egy kicsit másfelre dobálni, és sajnos ott sem jött eredmény. 8 pont nem rossz ebben az időszakban. Mindjárt megmérjük, hogy hány fokos a víz, és akkor tudok nektek pontos adatot mondani. Megvan a 9. hal, már csak egy kell a 10-hez. Reméljük, hogy hamarosan megjön. Láthatjátok is a csalimot, az előző hal itt hagyta. Sárga szkopexes popá volt. Itt is a 10. versenyző. Álmomban nem gondoltam volna ezt, de ezt már szerintem egy párszor elmondtam most. Szintén a szénhidrátos 10 mm-es bojlira jött. Nagyon megy ez a csali, nagyon keveset volt, mert még az etetőanyag ki se oldódott a kosárból. Hála Isten, bejött a számításom. Ilyen lefagyott kezekkel még egy csalizás is sokkal nehezebb. Próbálom azért melegen tartani, bedugom a kesztyűbe meg a kabát zsebébe. Ha már a halak is ilyen szépen esznek. Megjött a 11. hal. Ő most egy sárga popápra jött. Nem tudom, még körülbelül egy fél órát horgászok, aztán elindulunk haza. Jól látható, hogy az etetőanyagnak minden szemje süllyed, egy darab nem jön a felszínre, a pop-up pedig, mint egy kis desszertfalat, ott lebeg az etetőanyag kupac közepén. Ez egy nem szponzorált videó volt, szóval bementem és mindent megvásároltam ehhez a horgászhoz. Horgászos videó nem tudom, hogy idén lesz-e, még attól függ, milyen idő lesz, meg milyen kedvem lesz hozzá. Egy-két ilyen otthon beszélgetős videót tervezek még csinálni, szóval mindenképpen tartsatok velem, mert lesznek izgalmak a jövőben is. Ő lesz a búcsúhalom, szintén a sárga pop-upra. Nem is tudom, mit mondhatnék, srácok. Ez tényleg egy örömpece volt itt december 10-én. Ha ilyen szép halakat akartok fogni, akkor látogassatok el a Csikorgótóra. A tónak a Facebook oldala lent lesz a leírásban. Nagyon szép egészséges pontyok élnek ebben a gyönyörű környezetben. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és tartsatok velem a következőben is. Sziasztok! Szeretném megköszönni a segítséget Vidéki László barátomnak, ő adott tanácsot az etetőanyag választásban. Ide belinkelem a csatornáját, nézzetek rá!